felvettem a sikermellényemet, nem a pufi visszajövőbe félét, hanem a steppelt olasz vadászosat, akik, mint tudjuk, lőnek mindenre, legyen az énekes madár vagy egyszerű csömörilány Riminiben, és kimentem a vadászati világ kiállításra. Ugye vannak ikonikus rablási helyszínek, mint a Louvre, ahonnan elvitték a Mona Lisát, vagy a Nakatomi toronyház, ahol csak Bruce Willis tudta vérző talppal megállítani a bűnözőket, és hát ez a vadászati happening, ahol 17 milliárd forint úgy tűnik el, mint a széles szájú orrszarvuk, aminek azért szintén volt némi köze a vadászathoz. Ebből a 17 milliárdból 240 millióba került a világ legnagyobb agancslófasza, aminek éppen annyi értelme van, mint emberi körömnyesedékből megépíteni Michelangelo Dávid szobrát, de legalább egyetlen állatnak sem kellett meghalni érte, ugyanis 10 tonna hullajtott agancsból készült. A funkcióját tekintve egyébként ez egy kapu, csak hát hiányzik hozzá a kerítés, de aki még életében nem ment át kapun, annak biztos, hogy nagyon nagy élmény. A kiállítás bejárása előtt nézzünk néhány tényt a hobbi vadászokról. Ugye ennél a szabadidős tevékenységnél is működik a mindenki rendőrnek születik, de aztán tovább tanul igazsága. Mindenki vadásznak születik, de a legtöbbünk olyan 6-9 éves korára már nem akar állatot ölni, nagyítóval krumplibogarat égetni, cigit rakni a béka szájába, letörni a gyík farkát, a szúnyoglábait kihúzkodni, vagy vodkás kenyérre letetni a kubaszt. Aki igen, annál mindig felmerül a gyanú, hogy esetleg sorozatgyilkos lesz belőle. Most ez az ijesztő része. De van egy pozitív oldal is, ugyanis a vadászat nagyszerű férfiasság próba, ahol nem tudsz elbukni, hiszen a tizennéhány centis fütyikét helyett egy félméteres acélkemény szerszámot szorongatsz. Hát nem kell Freudnak lenni ahhoz, hogy megfejtsük, hogy a zöld manónak öltözött alakok azért szeretnek hajnalban gyilkolni, hogy az esti kudarcot zárójelbe tegyék. A vadászat talán ezért is az elit kedves szórakozása. Vadásznak Ferenc József, Horthy, Kádár idejében és persze a rendszerváltás után is. Filozófiai jellegű kérdés, hogy mi volt előbb? A vérszomj vagy a hatalom? A vérszomjas állatgyilkos pszichopaták mennek el politikusnak, bankárnak, iparmágnásnak, vagy amikor politikus, bankár, iparmágnás leszel, akkor elkezd kínozni a gondolat, hogy ej, de jó lehet hajnalban felkelni, berúgni, gyilkolni, zabálni, szopatni a helyi dívákat a 15. pálinka után, majd visszamenni dolgozni, és az állatok után az embereket szivatni törvényekkel, hitelekkel, meg minimálbérrel. Meg ilyen szuperigényes 500 forintos papírlampionokkal, amikkel a 17 milliárdba kerülő vadászati világkiállítás nyertes pályázói feldíszítették az egyik helyszínt. De nem a lampion az egyetlen túlárazott dekorelem, itt a másik kedvencem, 4 raklapnyi uszadék fa finom eleganciával a fal mellé helyezve, izgalmas interaktív kiállítási tárgy, aminek nem csak a megkerülése jelent kihívást, hanem az egész család számára szuper fejtörő, hogy itt felejtették a munkások, vagy szándékosan csempészték a folyosóra ezt a darabka természetet. Itt kell elmondanom, hogy mindenben lehet hibát találni, a kákán is lehet csomót keresni, és hát egy kisebb probléma még ezzel a kiállítással is van. Egyetlen kitömött ember sincs az expón. Fájdalmasan hiányzik egy narancssárga láthatósági mellényes hajtó kitömött teste, aki, mint az ismeretlen katona, lehetne a szimbóluma azoknak a névtelen áldozatoknak, akiket az arrogáns, bebaszott államtitkárok meg pártitkárok lőttek ki, mint fácánt a rókahajtáson. Amikor meg ezeket a kis játszadozó rókakölyköket néztem, hát felvetődött bennem, hogy nem csak a vadászat vonzó hobbi, de a preparátorság is izgi. Egész nap bambikat belezni. Van annál szebb, amikor megérkezik 30 főbelőtt hód, meg egy raklap szurikáta, és indulhat a nap? Most tartunk körülbelül azon a ponton, amikor már vadul veri a klaviatúrát a vadászat közeli kommentelő, hogy kussoljak, nem értek hozzá, szükséges a vadritkítás, egyébként is a vadászok mennyire szeretik a természetet és az állatokat, milyen hasznos a munkájuk. Hát akkor én most üzenem a nyulak, az őzek, az erdőben póráz nélkül sétáló kutyák és olykor a kertben kapáló bácsik és nénik nevében, hogy ennyire azért nem igénylik a szeretetüket. Természetesen szükség van vadgazdálkodásra, vadritkításra, ezt senki nem vitatja. De ezt a munkát a vadőrnek kellene csinálni. De jönnek azok a vadászok, akik fizetnek egy halom pénzt, hogy hobbi gyanánt a hétvégén elvégezzék a vadőr munkáját, és szerintük ez normális. Persze, az erdészek és a vadászok nem boldogulnak a vadakkal. Kell a Csányi Sándor, a Semmilyen Zsolt, a Bajer Zsolt meg a Lázár János. Hát nélkülük fel is borulna a biodiverzitás. Íme az önzetlen cselekvés prototípusa. A magyar etemború,
az erdő titkos jótevője. Lázár János még az Armani Jackyjét is összesározza, hogy tegyen mindannyiunkért, a közösségért, a természetért. 23 millió forintnyi fácánt lőtt ki a Cimbikkel. Hát micsoda nagyszerű ember, micsoda természetvédő. János, élj egy kicsit magadért, legyél egy kicsit önző, vásárolj magadnak is valami szépet. A vadászpolitikus, vagy ismertebb nevén a politikus vadász egész életét, a munkáját, de még a hobbiát is nekünk szánja. És mi a hála? Azért is utáljuk, mert vadász, meg azért is, mert politikus. Mint a szegény Lelenc gyereket, akit Adolf Sztálinnak hívnak. Vannak azok a kötözködők, akik azt hányják ezeknek a remek politikus vadászoknak a szemére, hogyha tényleg társadalmilag hasznos hobbira vágynak, akkor miért nem mennek el például egy hospiszházba önkénteskedni? Van ott halál, van ott szenvedés dögivel, és még csak fizetni se kéne érte. Annyival viszont tényleg kevesebb a vadászatnál, hogy ott nem lehet senkit megölni. Hát, nem véletlen ritka madár a gémercia hospiszházak előtt. Mit gondolnánk akkor, hogyha holnap Csányi, Lázár, Bajer és Semjén közölnék, hogy többi nem az állatok gyilkolásáért vannak oda, hanem ők smasszerok szeretnének lenni a Szegedi Csillagban. Azért felmerülne, hogy ezekkel az emberekkel nem stimmel valami, nem? Hogy hétvégenként a hármas blokkban járőrözni és rabokat fenyíteni, az nem egy átlagos hobbi. Vagy azt mondaná a többség, hogy hát milyen jóra való emberek. A börtönt is őrizni kell valakinek, ez is egy szakma, aminek nagy múltja, nagy hagyománya van. Csak valamiért nem olyan népszerű, mint halálba segíteni a nyulakat. De ez is csak addig furcsa, amíg meg nem tudjátok, hogy a nyúrról csak mi mezei emberek gondoljuk, hogy békés, szexéhes, cuki szörpamacsok, valójában agresszív bestiák, amit érzékletesen jelenít meg a kiállítás Transformers nyula, 1,5 tonna düh, harag és energia, hát ezért kell kefélniük egész nap, meg ezért kell levadászni őket. De a Transformers nyúl csak egy jelentéktelen, szuperrealista szobrocska a hiénás hölgy párducban csendélethez képest, szuperragadozó a köbön, hogyha egyszer egy ilyen beszabadul Dubajba vagy a Mészáros birtokra, annak csúnya válás lesz a vége. De az Expónért életem legszürreálisabb koncertélménye is. Először azt hittem, hogy egy Pintér Béla előadásra keveredtem. Sajnos nem tudtam meg, hogy mi volt ez, de az biztos, hogy a vadászok a világ legtürelmesebb emberei, akiknek ez a képesség jól jön mind a vadászlesen, mind a koncerteken. A színpadon álló 5 ember nagyjából 1,5 percig nem csinált semmit, majd megszólaltatták a vadászkürtöket 30 másodpercre, újabb 1,5 perc áldogálás. Hát én az 5. körben már teljesen kivoltam, de senki meg sem mozdult. Mindenki türelmesen figyelt és videózott. Szégyen, nem szégyen, én itt feladtam és elmentem, hogy egy kis hegyi patakban gázolással vezessem le a zenei izgalmakat. Ne gondoljatok semmi extrára, virtuális valóságra vagy bármi hasonlóra. A magyar ember 2 lábbal áll a 20. században, így a patak élményt megoldották egy kurva igénytelenül lerakott padlószőnyeggel, és hoppá, itt a német Szilárd, hát ez meg hogy került ide? A végtelenül praktikus és takarékos gondolkodás másik csodálatos példája a 17 milliárdos kiállítás szoborparkja. Ha valaki azt gondolja, hogy 17 milliárdból jutott rendes bronz szobrokra, akkor azokat el kell, hogy keserítsem, ugyanis ezek a szobrok ilyen hungarocellből készültek. Készüljetek fel, hogyha esetleg ti is elmentek megnézni, hogy a kitömött állatok tömege az egy olyan állatkert, ahol megállították az időt, mint a Westworldben. Amúgy baromi költséghatékony. Ugye itt nem kell letetni napi 12 kiló hússal a flegma oroszlánt, meg heringeket hozni a Costes Dantánból a csoszogó pingvineknek. A 10 éves gyerek így még közel is mehet a sakához, nem kell a bűzös rácsok előtt töklendeznie meg, könyörögnie a hóbagolynak, hogy bújjon elő a szaros pineából, hanem oda megy, belenéz a gyönyörű műanyag szemeibe, megsimogatja és egy valódi élménnyel megy haza az osztálykirándulásról. Aztán az agancsfal.
462-t már láttam belőle, még van 2927, és olyan jó, hogy ilyen sok természetközeli élmény van a falon, mert mindegyik teljesen más. A vadászati világkiállítás kapcsán azzal hülyítenek minket, hogy egy a természettel a világ legnagyobb természeti kiállítása. Oké, de akkor az Amazonas micsoda? És a kitömött állat az mióta a természet? A shanghai művirággyár a világ legnagyobb arborétuma? És ez a sok koponya, amiről lefőzték a húst, meg a mozdulatlanná merevedett nyitott szemű állatok? Ha nagyon para. Ilyen mennyiségben meg olyan, mint egy óriási butlers, ami sorozatgyilkosoknak árul lakásdekor cuccokat. Bevallom, a kiállítás előtt volt bennem előítélet a vadászattal és a vadászokkal szemben, és hát az a helyzet, hogy a kiállítás után nem igazán lettem meggyőzve arról, hogy ezek nem komplett elmebetegek. Az az ember szeri őz, aki szeri őz.